A következő növényünk az a móruszalva. Ez körbe az, nem jó? Tehát így néz ki, jó? A szerszámos házikó mögött található az alapfaj, és a csüngák változat az hol található? Akkor kollégiumban. Kollégiumban. Ott is van, igen. Jó, rendben van? Tehát móruszalva fehér eperfa. A tisztítő érték az elsősorban a lombozata. Középázsiából, Kínából származik, és kb. 10-15 méter magasságig nő meg. Hát a gömbös koronája van, azért eléggé távol kell tőle mennünk, hogy tényleg ezt a gömböt, tehát azért ne egy szabályos gömbre gondoljunk, de hogy úgy alapvetően viszonylag, tehát időskorban egy rendszer koronát mutat. A levele az fényes zöld. Jó, akkor ön mutassa be a levelét. Fűrészes, meg inkább csipkézes. Igen. Olyan 4-5 cm átmérő. Igen, segít, ami oda ki van írva, jó? Tehát azt mondjuk, hogy ilyen gyakran mélyes, mélyen ilyen karéjos szeldel, jó? Ezt kell nézni. Ja, és durván fogazott, jó? Jó, tehát széles füles, alapvetően jó lesz. Annál azért általában nagyobb levelei szoktak lenni, mint amit most ott látunk, csak ezt ugye egy viszonylag fiatalabb példányról vettem le, jó? Tehát itt látható azért, hogy tényleg ilyen gömb szerű koronája van, de így néz ki maga a növény. Itt a különböző levélváltatok láthatók, tehát tényleg sokféle megjelenési formája van, sokféle méretet tudunk találkozni meg. Jó, a virág az alapvetően jelentéktelen, májusban nyílik, és hát ehető a gyümölcse, ami ugye többféle színes is előkerül. De a gyümölcse, ami nagyon finom, tehát ez ugye mindenki eldönti magában, hogy finom-e, ami ugye az előnye, hogy valaki ezért ülteti, de egyben ugye a hátránya is. Ön mondja, hogy miért a hátránya? Igen. Méghozzá nem is akár hogyan, hanem? Folyamatosan. Igen, és hát lényegében olyan, mint hogyha az ember így lekvárral, vagy így dzsemmel így megkenni ott a járdát, ahol ez a növény él, és ott ugye aranyta tele van ezzel, jó? A fajtájuk. Tehát az egész móruszalvát ilyen szempontból mostanában telepíteni a városokban nem igazán látom, hogy bárhol is telepítenék, pedig régen ugye ilyen útsorfaként is használták ugye különböző falok vagy községeket összekötő utaknál. Igen. Jó. De amiért tanulunk erről a növényről, az az, hogy a fendulák, tehát a csüngővák változatoknál az egyik legismertebb fajtáját adja, ugye? Mert tanultunk eddig milyen pendulákról? Pendula. De ott melyik volt a csüngvágóvászat? A jungi, így van. Aztán tanultunk a bükről, ott milyen csüngvágóvászat? Tehát a büknek én elmondom a latin nevét. Igen, és a csüngő bük. Tehát akkor azért nagyon fákos szívatik a pendula, jó? Most azt mondjuk, hogy a csüngőbük, de piros, azt úgy mondjuk, hogy... Fákos szívatik a... Hát pendula, a pendula. A drogó pendula, igen. Jó, tehát íves ellen vagyunk várva. Kalíjos, levél, vörös és kelmés. Tehát ez a pendula vonatkozik. Általában magas törzsre oltják. Hajtásai mindig a földig érnek. Ha ezt valahol föloltják 180-ra, 200-ra vagy 220 cm magasra, akkor ezt általában szokták kérdezni, hogy a vásárló, hogy de fölfele nő, nem, ez onnantól kezdve már csak lefele nő, illetve terjedésedik, jó? Régen, tehát az évtizedek óta úgymond használatban van, mert iskolákba, óvodákba szokták ültetni, és ugye nagyon jól lehet, hogy alatt a bölcskezni. Miért fontos ez, hogy tudjuk, hogy valamit szeretnek a gyerekek, mert van olyan igény, hogy gyerekbarát kertek. Tegye fel a kezét, aki hallott már a gyerekbarát kertek kifejezésről. Jó. Tessék? Így van, pontosan. És amikor azt mondják, hogy az a jó kert, ahol középen gyepfelet van és körbe tudják, azt mondja, élvezik a gyerekek. Hogy mondjuk középen gyepfelet van és körbe van és tudják, azt nem élvezik a gyerekek. Igen, de azt azért, mert felnőttek építik nekik, és nem kérdezik meg. Tehát, hogy alapvetően, de ez egy érdekes felvetés. Na, akkor maga a földisz a gyerekbarát kertekből. Jó,
Tehát az a lényeg, hogy a gyerekek valójában tényleg fölgés lézefordul, jó? Jó. Szóval az a lényeg, hogy a gyerekek ugye azokat a kerteket szeretik, ahol van valami izgalom és el lehet bújni. Egyébként azokat talán, hogy a felnőttek is ezeket szeretik, jó? Tehát, hogy inkább, és most egyre jobban jönnek elő, tehát ugye ahogy a női magazinok is folyamatosan írnak a kertekről, ugye, hogyha elővesznek egy ilyen női magazint, mondjuk, hogy a Kozmopolitánban olvas mondjuk valamit a igen, de hogy egy kietlen golfpálya, vagy pedig többnyire ilyen buja dzsungelszerű, jó? Tehát virágzó ezek a válaszok. Mi van magukkal, vagy miért el van a fáradt? Péntek van. Max egy perces, jó? Tehát egy ilyen rövid átütő, tehát hogy itt tudod mindenki más, hogy az igazságot a gyermekbarát kertetve, jó? Na, tehát talajban nem válogat, melegnapos fekvést igényel, fiatal egy picikét fagyérzékeny. Jó, itt a termését látjuk. Ugye ez akkor színesedik a termés, de nagyon szépen megfogadom már. Jó, ez itt ugye egy ilyen csüsszülátó változat. Jó, a szaporítás módjáról a neveléséről, tehát a magját az április végén vetjük. És akkor a nyár folyamán júniustól augusztus közepéig ilyen kapnyított szemzéssel szemezzük. Fajtáját azt, hogy a koronába oltjuk, ugye ennek a magasságáról azt mondtuk, hogy milyen magasságon hozották ezt. 1-8. Igen, 2-20. Január februárban az üvegházban, vagy április-májusban szabadban. A felhasználás, ugye figyeljük itt ugye, hogy itt az alapfajról beszélünk, tehát ugye a felhasználása ugye, hogy mondtam, hogy régen az alapfajt azt ugye az utak mentén ilyen sorfának, használjuk, hogy a termése miatt, igen, aztán itt a fája, hogy régen ugye a bordót készítettek, hát ugye ma már ugye ezek egy picit háttérbe szorultak ezek a mesterségek, jó? A metszést az jól tűri, ugye az alapfaj. Magas sövényt lehet belőle kialakítani az alapfajból. Most azért ez is egy olyan dolog, hogy tulajdonképpen én mórusz alba sövényt még életemben nem láttam, de ettől függetlenül elképzelhető. Ha mondjuk ebből szeretnék egy olcsó, hosszú sövénysort kialakítani, akkor mikor, hol, milyen formában és körülbelül mennyiért tudom megvásárolni hozzá az anyagot, hallgatom ezt? Jó, de hol, mikor tudom olcsó megvásárolni? Igen, milyen formában? Igen, honnan? Behonnan? Így van, itt a reklám helye. Maga pénzt kap tőle? Így van. Jó. Így van, tehát ami ő mivel foglalkozik? Egy erdészeti csemete. Jó? Általában hány darab fát lehet vásárolni egyszerre, legkevesebb? Nem, 50-es éve, jó? Tehát 50-es éve. De én, hogy aki mondjuk ilyen helyeken vásárol, az mondjuk átlapítja még egy autópálya szakaszt ült ebbe, vagy egy erdőtelepét, jó? Tehát, hogy ez azért így legyen az utána, jó? A kártyát, a kórokozó betegséget, a kater, a bajstetűt, az amerikai fehér szűrőlepkét írjuk fel, és az alapfajta termésével szemetelt, tehát éppen ezért közterületre nem való.